Sziasztok srácok, én Marci vagyok, és üdvözöllek titeket itt egy újabb videóban a csatornán, és ma a crypto gamingről fogunk beszélni, amit szerintem nem az, hogy egy éve, hanem konkrétan az előző bull market óta mondok nektek, ugyanis talán coinok terén a crypto gaminggel kerestem a legtöbbet, a legtöbb X-et ez hozta. Többször beszéltem róla az elmúlt egy évben is a bear market alatt, hogy én ebben nagyon-nagyon hiszek, az NFT-khez is elég sok köze van, és tudjátok, hogy én például az NFT piacot egy óriási dolognak gondolom, és azt hiszem, hogy az NFT piac fogja nekünk a legtöbbet hozni majd a következő néhány évben. Viszont most egy kicsit nézzük meg magukat a coinokat, hogy mi az, ami a crypto gamingben jelenleg érdekes lehet. Tudjátok, hogy az összes vásárlásomat és az ilyen elemzéseket általában Patreonra írom ki, vagy Patreonon jönnek majd kis videók ezekről, úgyhogy aki folyamatosan kíváncsi ezekre a tartalmakra, annak ott van a Patreon csoportom linkje a leírásban, ott tudtok nekem írni, bármit kérdezni, mindenkinek visszaírok, csak ott kizárólag, mert mindenhol elvesznek az üzenetek, rengeteg üzenetet kapok, csak a Patreon az egyetlen, ahol tényleg visszaírok mindenkinek, és ott tudunk kicsit diskurálni erről, illetve elmondom, hogy mit gondolok a coinokról, portfóliótokról és a többi. Viszont hát a crypto gaming egy igen érdekes dolog, ugyanis akik Patreonon itt voltak az előző bull marketben, azok tudják, hogy ez a space, ami az egyik legjobban érdekel engem, ha már a coinokról van szó, egyrészt azért, mert imádom a számítógépes játékokat, világéletemben gamer voltam, és bár már nem játszok jelenleg aktívan évek óta semmivel, néha mindig rákattanok valamire, és mindig rájövök, hogy basszus, mennyire kell az, hogy a kripto a Web3 beépüljön ezekbe a játékokba. És hogyha most nem is játszok, egy kicsit játéknak fogom fel az egész kriptozást, és most azt nézem, hogy például mivel lehet pénzt keresni, valamilyen szinten ez is egy játék. De a lényeg az, hogy a kripto gaming szerintem az egyik legérdekesebb piac, már csak azért is nyilván, mert személyes kötődés játékokhoz, másrészt pedig azért, mert szerintem ezzel lehet majd a legtöbbet keresni. És elmondom, hogy miért. Maga a játék piac egy óriási terület, nagyobb a filmiparnál, mindennél nagyobb a játékpiac. Gondoljunk csak arra, hogy minden gyerek játszik, fiú, lány, teljesen mindegy. Gondoljunk arra, hogy hány fiú, férfi van ráfüggve mindenféle játékokra, amiknek több millió, több 10 millió játékosa van. Gondoljunk arra is, hogy a játék nem feltétlenül azt jelenti, hogy én leülök ráfüggve egy valamilyen játékra és 10 órát nyomom, mert ezt általában azért a férfiak csinálják, de gondoljunk arra, hogy például mondjuk egy Xbox, átmegyünk valakihez iszogatni, fiúk, lányok együtt, tehát csajok is, és mondjuk játszanak valamilyen Xboxos játékon, amivel többen játszatok együtt, ez is mind a játékpiacot növeli, tehát például itt ne csak arra gondoljunk, hogy sokszor elfelejtik az emberek, hogy hú, a nők nem annyira játszanak, már a felnőttek nem annyira játszanak, ez egyáltalán nem igaz, és egyébként az egész gaming az szerintem átfed szinte minden ember, aki úgy aktívan fejlettebb országban van. Úgyhogy nem véletlen, hogy például a jelenlegi 12 milliárd dolláros market cap-je az összes gaming tokennek, ami a CoinMarketCap-en listázva van, szerintem brutálisan kevés. 12 milliárd dollár az szinte semmi, hogyha mondjuk hasonlítunk egy Ethereumhoz. Az Ethereumnak önmagában, amit jelenleg még annyira nem használnak az emberek, azért annyira nincs elterjedve, hogy valós, tényleg valami haszna legyen, persze lehet rajta coinokat csinálni, meg stb. De 244 milliárd dollár csak az Ethereumnak a market cap-je, és gondoljunk arra, hogy mi lesz akkor, amikor a Web3 betör a gaming piacra. Az előző bull marketben azért a fő valuták, fő coinok az Axie Infinity, AXS volt, a The Sandbox, illetve a Decentraland. Most átvette az első helyet az IMX, ugye az Immutable X. Tulajdonképpen én azt is egy jó coinnak tartom, viszont annak már úgymond 1,4 milliárd dollár a market cap-je, szerintem még mindig elég alul értékelt, viszont azt gondolom, hogy ennél sokkal jobb lehetőségek is vannak, és lehet, hogy majd, hogyha beszállok az IMX-be, vagy bármelyik másik coinba, most például vásároltam nemrég egy gaming coint, akkor ezeket Patreonra mindig ki fogom posztolni, de most nézzük végig egy kicsit itt a listát, amit ide berakok nektek, ez jelenleg a CoinMarketCap-en, a gaming coinoknak a listája MarketCap alapján. Immutable, ugye utána jön a The Sandbox, ami azért egy régi játékos, Axie Infinity, szintén régi játékos, az AXS indította meg az első nagy ránt. Utána jön egy Render Coin, amit aktívan figyelek és benn van a listámban, úgyhogy erről is biztos fogtok még hallani. Decentraland, Mana, én ezt speciál nem látom annyira nagyon érdekesnek, de ez is egy meghatározó szereplő. Ott van a Gala, amit nagyon-nagyon sokan kérdeztek tőlem, a Gala Games. Én nem tartok egyáltalán ebből a tokenből, hogyha végig is vásárolnék meg Patreonon, látjátok. Nem annyira szimpatikus nekem, hogy a két founder pereli egymást, ami szerintem egy kicsit nem tud majd annyira nőni emiatt a tény miatt.
illetve nem látok ebben akkora potenciált. Alatta az ApeCoin, ami hát meglátjuk, hogy mi lesz vele, 500 millió dollár a market cap-je, ami érdekes, mert szerintem egy picit alulértékelt. Most kijött a Memeland Coin, ugye a 9gag CEO projektje, szerintem az nagyon túlértékelt, az ApeCoin pedig azt gondolom, hogy ha mindent összevetünk és tényleg csinálnak egy jó játékot, akkor jelenleg az még alulértékelt. Utána jön az Illuvium, ami szintén egy játék lesz, ebből se tartok, viszont ennek is csak 300 millió dollár a market cap-je. Most ezeket a csakokat úgy értsétek, hogy azért a kriptóban ez alapból nem sok, plusz még ha hozzáveszünk, hogy ez egy gaming piacra fognak betörni úgymond ezek a coinok, akkor ezek brutálisan megnőhetnek. Az utána lévő coinok már mind kisebb-kisebb projektek, ezekről fogok posztolni, mert én inkább ezeket fogom vásárolgatni, szerintem az igazi 5, 10, 20, 30, 40 x profitok azok lejjebb vannak, és én biztos, hogy ezekbe fogom majd átforgatni a pénzemet, ezt minden Patronon fogtok látni, elemzéseket, projektekről külön, stb. Viszont most, hogy megnéztük ezeket és végignéztétek, hogy tulajdonképpen mik a top projektek, mennyire alulértékeltek, hogyha mindent összevetünk, mit várhatunk a gamingtől a következő bull marketben. Én azt gondolom, hogy először továbbra is azt mondom, hogy a Bitcoin fog megindulni, az Ethereum, illetve a nagyobb projektek, láttuk a Solana milyen erőre kapott, AVAX például rengeteg játékot most már az Avalanche Networkön fejlesztenek. Szóval előbb mindenképpen a nagy coinok fognak megmozdulni, és utána fog átáramlani a pénz az egyre kisebb coinokba. Én azt gondolom, hogy ugyanúgy, mint az előző ciklusban, most is valamikor, nem tudjuk, hogy a végén, az elején, a közepén, vagy mikor, de a bull marketben lesz egy időszak, amikor a gaming nagyon felkapott lesz, és ezek a coinok brutális 10, 20, 30, 40, 50 vagy 100x profitokat is fognak termelni. Nyilván ki kell választani ezekből a legjobbakat, a legbiztosabbakat. Tudjuk, hogy a kriptóban nincs olyan biztos, ez egy iszonyat kockázatos piac, és lehet, hogy nem is most fog eljönni ez a gaming run. Viszont mivel az előző bull marketben volt egy gaming run, ezért azt gondolom, hogy a mostaniban is kell lennie. Nem gondolom, hogy random most egy ciklusban a gaming nem lenne felkapva, úgyhogy szerintem spekulálhatunk arra, hogy ide át fog áramlani egy csomó pénz. Nyilván ez az én véleményem, lehet, hogy ti máshogy látjátok, és ez nem tanácsadás, és nem azt mondom, hogy ezekbe a baromi kockázatos, kétes hátterű néha-néha projektekbe tegyetek be pénzt. Csupán azt mondom, hogy én ez alapján gondolkodok. Ezekbe fogom átforgatni a pénzemet, mert azt gondolom, hogy a 12 milliárd dollár elképesztően alulértékelt, hogyha tényleg kapunk egy gaming bullrend, akkor ez a szám simán elmehet 500 milliárdig, ami innen 50x, hogyha ezt nagyjából kiszámoljátok, és rengeteg új projekt fog jönni, olyanok, amik kamu gaming projektek, nem fejlesztenek valójában játékot, nem fejlesztenek igazából semmit, csak nagyon jól felmarketingelik és eladják neked a semmit. Ezeken is lehet majd pénzt keresni, illetve ezeken lehet majd a legnagyobbakat bukni. Viszont az a lényeg, hogy ez a 12 milliárd dollár baromi nagyon-nagyon kevés, és innen arra spekulálunk, hogy minimum egy 10x-et, tehát ha ez nem megy fel 100 milliárdra, akkor én nagyon-nagyon csodálkoznék. Írjátok meg, hogy mit gondoltok erről. Hogy szerintetek a gamingnek lesz a jövője, mert attól tud az ember fejlődni szerintem, hogyha ezekről beszélünk. Írtok nekem Patronon, Discordon bedobtok témákat ezekről a különböző projektekről, szerintem így tud az ember fejlődni, és így tudja majd az ember kiválasztani, hogy mik azok a projektek, amik valójában tényleg nagyon-nagyon nagyot fognak menni egy esetleges felfutás alatt. Sokan kérdeztek tőlem különböző coinokat, én az Axie Infinity-t például már nem venném, szerintem annak megvolt a nagy felfutása, és jelenleg azt gondolom, hogy biztos fog menni fölfele, de én már például abba pénzt nem raknék, illetve rengeteg olyan coin van, amik úgymond magas, de közben alacsony market cap-el rendelkeznek, tehát értsétek, több 100 millió dollár, több 10 millió dollár, de az mondjuk egy legit projekthez képest nagyon alacsony, illetve vannak azok a projektek sajnos, amik nem érnek annyit, mint amennyit most érnek. Tehát értsétek úgy, 300 millió dollár a market cap-je, de valójában nem egy olyan igazi jó projekt, aminek tényleg 300 millió dollárt kellene érnie. Remélem, hogy ezeket értitek. Lényeg, hogy a gamingben van szerintem a jövő, ezt továbbra is így gondolom, és bármilyen kérdésetek van, írjátok le nekem kommentben, és csinálok esetlegesen róla videót. Ez csak egy ilyen kis szemfelnyitó videó akart lenni, hogy a gaming az mennyire alulértékelt, és hogyha szeretnétek még magáról a gaming space-ről videókat, akkor nyugodtan írjátok meg, és csinálok, de tudjátok, hogy főleg azért Patronon fogok erről beszélni. Egyébként még ott van például a Vulcan Forged, amit nagyon sokszor kérdeztek tőlem. Amit ment az elmúlt időben, azért az elég komoly volt. Úgy képzeljétek el, hogy október 20-án még 2,6 dollár volt, most pedig felment 7 dollárig. Ez tipikusan az, hogy annyira alulértékelt jelenleg a gaming piac, az egész gaming kriptó, hogy egy pici pénzbeáramlás
is nagyon-nagyon fel tudja nyomni az árakat. És azt tartsátok észben, mert a kriptóba ezért vagyunk itt, hogy elkapjuk azokat a projekteket, amik a legnagyobb százalékban nőnek. Nem az a lényeg, hogy profitot csinálj, mert azt egy olyan piac alatt, amikor minden menetel felfele, azt nem nehéz csinálni, bárki tud profitot csinálni, tulajdonképpen szinte bármit veszel, megy fel. Mi azokat keressük, amik a legnagyobb százalékba mennek fel, tehát a profit maximalizálás és nyilván a kockázat minimalizálás a cél. Úgyhogy srácok, ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett, és remélem, hogy egyetértetek velem, és hogy ti is azt látjátok, hogy ez a crypto gaming, meg úgy alapvetően a gaming piac egy baromi nagy dolog, és szerintem itt fogunk a legtöbb pénzt keresni, és már annyira elképesztően izgatott vagyok. Úgyhogy Patreonon folyamatosan jönnek a posztok, minden nap elemzések, videók és a többi, illetve írjatok ott bátran. Találkozunk legközelebb, sziasztok!